Lux, Zorman, ez is fenyő. Unásig ismert karácsonyfák, és kedvelt karácsonyfák. Sokan azonban, akik kertbarátok, szeretnének olyan növényeket vásárolni, karácsonyfának is, amiket utána aztán tavasszal ki tudnak ültetni. Csak jó lenne, hogyha nem ugyanezeket vásárolnák meg konténeres vagy gyökeres kiszerelésben, hanem esetleg láthatnának másokat is. Mi az, amivel jó eséllyel lehet próbálkozni? Igen, élő növényt ültetni nagy öröm egész évben, de főleg ilyenkor karácsonykor egy jó döntés, hogyha élő növényt vásárolunk. Azonban, hogyha mindig folyamatosan ezeket az általad említett fajtákat vásároljuk, akkor alapvetően azt kell dönteni, hogy mekkora kertünk van. Hogyha egy kicsi kertünk van, akkor ezek az ezüstfenyő, normandfenyő, ruszfenyő, ezek nagyon nagyra nőnek. Meg mondjuk, hogyha valaki az elmúlt 10 évben mindig konténes vagy gyökeres fenyőfát vásárolt, akkor most már van ott 10 darab fenyőfája. És így lesz a kiskertből fenyőerdő tulajdonképpen, és egy árnyékos kertünk lesz. Rengeteg alternatíva van, ilyenkor karácsonykor is, hogyha egy kertrészletbe bemegyünk, akkor ugyanazokat láthatjuk, amit egész évben kertrendezés közben, különböző oltványokat, és ezek között vannak például olyanok, például az egyik legismertebb egész évben szokták ültetni a cukorsüvegfenyő, pár centit nő egy év alatt. Jó, de a legtöbb embernek utána ez elpusztul, fölkapaszodik, elkezd sárgulni, belül elkezd hullani, és hát egyáltalán azért lássuk be, hogy Budapesten és környékén, meg a nagyvárosokban, teraszokon, erkélyeken azért nem egy sikertörténet a cukorsüvegfenyő, bár mindenki szereti és imádja. Ezen kívül vannak még alternatívák persze. Ha kezüstfenyőt nagyon szeretjük, és kedveljük a színét, akkor vannak most már olyan fajták, amelyek oszloposak. Sokkal kisebb helyet foglal. Jó, beszéljünk az áráról. Azt mondja, hogy ez egy pizza pungens ízeli fasztigiát ad, tehát ez egy oszlopos ezüstfenyő. 18 000 forint. Azért ez egy picit drágább, mint mondjuk egy vágott fenyő, nem? Ez kétségtelen, de nem egy hétre vagy két hétre ültettük ezeket a növényeket. Ugye ezek a növények, ezek oltványok, ezek értékesek. Ugyanakkor ezek legalább dupla annyi évesek, mint amikor veszünk egy sima ezüstfenyőt, és tartja a formáját. Jó, nézzünk esetleg még egy példát, amivel kertbarátokat el lehetne kápráztatni, hogy mit tudnának karácsonyfaként felhasználni. Itt egy alternatíva, ez egy törpeboróka. Azt mondja, törpe himalájai boróka. Igen, ez 5000 forint. 5000 forint, és ez mondjuk egy asztalra is elfér. Ne felejtsük el, hogy én sok idősebb beszélek, és azt mondják, hogy nekik már nem kell nagy fa, nem kell nagy fenyő, hanem inkább valami picit szeretnének. Van még más olyan, ami mondjuk pici, és utána kiültethető az erkére vagy a balkonra? Ez például a vicsoda. Ennek ugyanolyan fenyő formája van, vagy ugyanúgy eladható karácsonyfának. Így van, vannak még. Ez például egy cirbolya fenyő, egy pinus cembra, igazán különleges, és nagyon ritka a kertészetekben. Nagyon puha és hosszú tűlevele van, szintén egy alternatív karácsonyra élő fenyőfőkületet.